Ennek a választásnak nem mi vagyunk az igazi győztesei. That we are not the real winners of this election. Hanem a magyar nemzet. Azt hiszem, nekünk, magyaroknak arra kell gondolni, mindahol sokszor történelem során, hogy mi van körülöttünk. Nem árt, ha összetudjuk hasonlítani a szomszédországok helyzetében. Nem árt, ha egy kicsit a határainkon túl is nézünk. Számomra a legfontosabb az, hogy amikor vidékre menve, vagy Budapesten egyszerű, pókháló, ráncú, öreg parasztasszonyok súgják oda, hogy imádkozunk önért. Ez ad erőt. Törvényes értelemben a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a 10 milliós országnak a kormányfőjeként lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.